A karanténhelyzet számomra egy nagyon érdekes önismereti időszak volt. Először egy magamba zárkózás volt, egy önmagam felé forduló helyzet, amikor gyakorlatilag megpróbáltam elengedni azokat a projekteket, apróbb, kisebb dolgokat, amik egyébként torlottak, és utána pedig tudtam egy olyan helyzetet teremteni magamnak, ahol végre olyan léptékű munkákat is létrehozhattam. Tényleg akár több méteres installációkról beszélünk, sziklatömbökből, építési törmelékből, amikre eddig nem volt lehetőségem, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan új dimenziót nyitott meg, ami egy végtelen inspiráló, motiváló időszak számomra. És pont ebben az időszakban ismerkedtem meg olyan emberekkel, akikkel gyakorlatilag heti szinten összejárunk, gondolkodunk közösen, egy kollektíva formájába próbálunk így a városi létezés, az urbanisztika kérdéseire reflektálni a munkáinkkal, úgyhogy nagyon inspiráló időszak áll mögöttem, és remélhetőleg előttem is.